Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Mulatóban, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szépen összejöttünk a záró akkordra itt a szellemi műhelyünket, hogy ennyire megtiszteltétek, illetve hát ezt a három fantasztikus személyiséget, az újságírók császárát köszöntsük szeretettel, Bájer Zsoltot! Azt a kedvenc politológusomat, akinél kevesebb ember látja jobban a világot, Bogár Lászlóval egyetemben. Köszöntsük nagy szeretettel Gábor, a 21. század elnökét. És nem utolsó sorban nagy kedvencünket, az irodalomtörténészt, azt az embert, aki fantasztikusan meg tudja fogalmazni azt, hogy mit is gondoltak, hogyan is gondolták irodalmáraink, költőink, íróink. Fogjátok nagy-nagy tisztelettel és szeretettel. Na? Na? Szentesi Zöldi Lászlót! És még mielőtt átadnám a szót és megkezdenénk, hát szerintem a háttérképnél nem különben nagyobb, komolyabban kéne becsatolnunk a biztonságőveket, mint ahogy szoktuk, amikor itt hárman szokott a 3B-s társaság megjelenni, mert túl vagyunk egy választáson, ahol ambivalens a történet, mert ekkorát még nem győztünk gyakorlatilag mi európai parlamenti választásokon, de itt egy újabb, azt gondolom, hogy belépett egy újabb hadviselés, ami még nekem is új. Ez az IA, vagy hogy mi mondjuk MI, mesterséges intelligencia, amit egyébként tapasztalhattunk így a karültve a Metával kapcsolatban, hogy amit itt műveltek az azeriakkal, ez az azeriak, ugye, jól mondom, nem tudom ezt a fiatal embert pontosan hogy hívják, de hogy ugyanaz a rajongás, amit észreveszünk barátainknál, ismerősünknél a Facebookon és a családunkban, hogy észreveszünk azt a rajongást, hasonló rajongást tapasztalok én itt annél a plastik messiásnál. Tehát ez nem vicc, tehát ez komolyan veszélyt jelent, tehát én azt gondolom, hogy ezen mosolyoghatunk itt, mert mi is egy buborékban vagyunk, éppen olyan buborékban, mint a másik oldal, aki ezt a plastik messiást élteti. És ez nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. Gyakorlatilag az oszd meg és uralkodj császárai baromi jól keverik a kását, és ezt észre kell venni, és figyelembe kell venni, mert ez nem játék. Tehát aki 30%-ot 3 hónappal ezelőtt azt se tudtuk, hogy ki ez, vagy 4-jel, az el tudja ezt érni, az veszélyt jelent. Attól függetlenül, hogy azért most már majd kezdődik az érdemi munka, mert pocskondiázni, meg negatív dolgokat, meg hazudozni, nagyon elhadarva, az megy egy darabig, de most már majd az érdemi munkánál is résen kell lennünk, és hogyha azt mondtam, hogy most már kicsit pihenhetünk, mert hogy megnyertük a választásokat, akkor azt mondom, hogy tévedtem. Még nagyobb erőbedobással kell készülnünk 26-ra, és azt gondolom, hogy hosszabb lesz a 26-ig a következő kampányidőszak, mint ami volt ezt megelőzően. De nem szaporítanám a szót, hanem átadnám. Tessék? Ja, igen. És majd ezt a nyilatkozat, légy szíves, aki nem tettem még, meg iratkozzon föl a Facebookra, mint a kormány, nem, ugye a mi szellemi műhelyünk sem a kedvence a Facebooknak, úgyhogy minket nagyon-nagyon lecsavartak. Ahogy fölcsavarták a MP-t, és mondjuk több lájkot kapott, mint Vin Diesel, aki egyébként, ez nagyon csodálatos, hogy több lájkot kap egy 3 hónapja még ismeretlen személy, mondjuk mint Vin Diesel, vagy mondjuk Brad Pitt, ezen gondolkozzon el mindenki, és beszéljék meg otthon, és ahol vigyák tovább a hírt. És még egy, hogyha feliratkoztatok, majd szeretnétek szeptembertől is majd kapni az előadásainkról, azt megköszönöm. Még egy nagyon fontos hír, hogy holnap délután lesz egy gyakorlatilag egy... Hogy, Zsolt, hova kell mennünk? A Lövőház utcában? De azt majd elmondja, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ebből kiment ez. Úgyhogy átadom a szót Bájer Zsoltnak, hogy megkezdje ezt a remek beszélgetést és a könyvbemutatót. Még annyi, hogy a szünetben majd a könyveket dedikáltan meg tudjátok vásárolni a szerzőtől, úgyhogy majd azt lesz egy 10 perces egészségügyi szünet. A szerkezet úgy néz ki, hogy lesz egy 1 óra 20 perc, majd meglátjuk, hogy alakul. Lesz egy 15 perces egészségügyi szünet,
és aztán nem menjetek el, mert miután megvettétek a könyveket, akkor lesz egy negyed óra, amikor kérdéseket tehettek föl, és ezzel zárjuk a szezont, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Egy pillanatra úgy modelleztem a fejemben a pillanatot, így Marcit hallgatva, hogy este fáradtan megtérek haza, leülünk a vacsoraasztalhoz gyermekeimmel, az asszonnyal, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy miért van a Magyar Péternek ennyi lájkja. És aztán jutunk valamire, és továbbadjuk a hírt. Szerintem nem lesz ilyen estém otthon. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Ma egy könyvről fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán nyilván sok minden másról is. Én most azzal riogattam az én Gábor barátomat, hogy bátorkodom egy kis eszmefuttatást tenni az elején, amelynek a végén kérdésekkel fogok fordulni hozzád, és ezt követően jön, ki vagy te, az irodalomtörténész? Jön Laci, a tudós irodalomtörténész, és további kérdésekkel fogja bombázni a politológusok gyöngyét. Hát akkor hallgassák. Először kénytelenek lesznek meghallgatni az újságírók császárát. Jó? Királyát. Az jövő héten. No, kezdjük el. 1837-et írunk, amikor is az Athenaeum, akkor induló Athenaeum nevű folyóiratban, újságban megjelenik egy rövidke kis művecske, szerzője, Kölcsey Ferenc, a mű címe Paraynésis Kölcsey Kálmánhoz, aki ugyebár a keresztfia volt. Ez egy 30-40 oldalas kis esszé, ez a Paraynésis. Ugye a szó jelentése talán úgy fordíthatnánk le, hogy intelmek Kölcsey Kálmánnak. És ebben van egy rész, ami különösen elgondolkodtató azért, mert még egyszer mondom az évszámot, tehát 1837-ben vagyunk, amikor is Kölcsey így fogalmaz az egyik kis intelmében, nagyjából szó szerint, így szól a részecske, soha nem értettem a kozmopolitákat, az úgynevezett világpolgárokat, írja Kölcsey 1837-ben. Hogyan is képzelhetik, hogy képesek szeretni az egész világot? Egy Leonidas csak Spártáért, egy Zrínyi csak Magyarországért halhatott meg. Idézet vége, Kölcsey 1837. 108 év telik el, amikor is 1945-ben megjelenik Bécsben egy bécsi filozófus, tudománytörténész életének fő műve. A filozófust úgy hívják, hogy Karl Popper, életének fő műve pedig a nyitott társadalom. És ebben a műben sok egyéb mellett le vagyon írva az a gondolatsor, ami úgy szól, mintha csak a mi Kölcseinknek üzenne vissza 108 év távolából. Azt írja Karl Popper, hogy bárki, aki saját nemzetét, népét, politikai közösségét a többiek elé helyezi, akár tudja, akár nem, diktatúrát épít. Ez ugye a Kölcsey féle hitvallás, a nemzeti hitvallásnak az antitézise 108 évvel később Karl Poppertől. Na most közeledünk Soros Györgyhöz,
ugyanis Soros György életének egyetlen vezér alakja, felettes énje, az Karl Popper. Az egész Soros Györgyi vízió a nyitott társadalomról, az Karl Popper ugyanezen cím alatt megjelent művéből eredeztetődik. Ezt Soros valamikor elolvasta, és utolsó betűig magáévá tette. Kölcseitől Sorosig, a tézistől az antitézisig 108 évre volt szükség. A Karl Popperi antitézis, hogy is fogalmazzam ezt meg, ahhoz, hogy a Karl Popperi antitézis szép lassan az egész nyugati világ mainstream gondolkodásává váljon, ehhez már, hogyha 45-től a máig eltelt időt nézzük, 2024-ig, már csak 79 évre volt szükség, hogy a Karl Popperi gondolatok Soros György valószínűleg hathatós közvetítésével virágba boruljanak, és polgári jogot nyerjenek, és olyanná tegyék az európai világot, amilyennek ma mi látjuk. Nyilván elsősorban a nyugatról beszélek. Na most az a kérdésem, hogy így beszélgetés indítónak, hogyan jutottunk el, és miért jutottunk el Kölcseitől Karl Popperig, és hogyan vált lehetségessé, hogy Karl Popper legyen ma a nyugat mainstream filozófiája. Ez valami szükségszerűség, ami ellen nincs mit tenni. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy a Karl Popperi eszmerendszer általánossá válásában, te hogy látod, mekkora szerepe van annak a milliárdos üzletembernek, aki bevallottan a Popperi világot szeretné megvalósítani a Föld nevű bolygón. Parancsolj! Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek, meg a nagyszerű bevezető, bemelegítő kérdést is köszönöm. Mindenki számára egyértelmű, hogy Kazinczy és Kölcsey és társai a reformkori nagyok, azok tarthatatlanok. Tehát ők fasiszták. Nem tudom, hogy miért nevetnek ezen, tehát ez magától értetődik. Ez a korszellem, tehát ezt a munkát Soros elvégezte. És tényleg itt tartunk. Tehát nincs rajta semmi nevetni való, meg semmi irónia, hanem az a helyzet, hogy létrejött egy olyan felfogása a politikának, az emberi együttélésnek, egyáltalán az embernek, hogy hogyan kell élnünk, mit jelent a szabadság, mit jelent a család, mit jelentenek az ösztönök. Egészen az ösztönig megy le szerintem ez a politika felfogás, ami kétségtelenül vonzó. Nagyon sok embernek vonzó. Ezért is működik. Ki ne szeretne szabad lenni? Ki ne szeretné bárhol otthon érezni magát? Ki ne szeretné lerúgni a kötöttségeket? Ki ne szeretne hazát cserélni, hogyha terhes neki a kötelezettség? Ebből indul ki ez a másik elképzelés, ez a másik világszellem, amit Popper, Soros és társai képviselnek. És ez van ma fölényben. És mindenki, aki ezzel szembe megy, és mondjuk politikai antitézisét fogalmazza meg, mint a magyar miniszterelnök, az tarthatatlan, ki van rekesztve, náci, nem csak tüske a köröm alatt, meg botaküllő között, hanem eltávolítandó akadály. És hogy mi áll e mögött? Szerintem ez egy agyafúrt politikai innováció, amit egyébként a Soros kitalált. Mert én azt gondolom, hogy a Popper az egy filozófiai elképzelést tett le az asztalra, még akkor is, hogyha történetfilozófiai tervet tett le, hogy Platontól Hegelig meg Marxig mindenki elvetemült, mert az zárt társadalom ideológiáját fektette le. De Soros politikai programot gyártott le belőle olyan csavarokkal, amelyek lenyűgözőek. Például azt állította magáról,
Hát, hogy én egy jótett lélek vagyok, aki aggódik a világ sorsáért, és csak javítani szeretne a világ helyzetén. Mi a baj ezzel? Ha valaki ezzel szembe megy, nyilván az gonosz és rosszat akar. Akkor azt mondja, hogy hát bárhol otthon lehetsz a világban, a család az család, meg a nemzetek veszélyesek, meg le kell bontani a határokat, nyissuk egybe a világot. Aki ez ellen megy, hát az rosszat akar. Az bajkeverő. És ezek olyan csavarok voltak, ami ellen nem lehetett menni a politikában, de a szellemi vitákban sem, mert ha ellene ment valaki, akkor azt kizárták a szalomból. Meg megbélyegezték, meg azt mondták, hogy hát hogy került ez ide, meg ez nem vitaképes álláspont. És ez a könyv azt állítja, hogy egészen addig, amíg szembe nem került egy politikai antitézissel, ami mögé lett egy erő, meg siker állítva. És egy konkrét vitában, a migrációs vitában le nem lepleződött a sorosi innováció. És hogy ezután már nincsen olyan vonzereje ennek a sztorinak. És politika lassabban dolgozik, mint a szellem, de most már a politikában is felvonulnak azok a csapatok, amelyek kimernek állni azért az igazságért, amiért kirekesztették őket korábban. És hogy még egy mondatot mondjak, ilyen rébuszokban fogalmazva, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy szánalmas gondolat, meg hogy lehet ilyet gondolni, de ez egy nagyon erős gondolat, és lesöpört mindent. És egyáltalán nem papírforma, hogy ez ellen lehet menni, és egyáltalán nem papírforma, hogy következmények nélkül lehet ez ellen menni. És a magyar példa, meg a magyar miniszterelnök példája mutatja, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán valaki felvegye a kesztyűt. Én ennyit szántam egy rövid bevezetőnek. Én is köszöntöm Önöket. Nehéz bekapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, és Zsolt nagyon jól összefoglalt az elején, amit szerintem sokan gondolunk. Másrészt én azok közé tartozom, akik már olvasták ezt a könyvet, és egy őszinte vallomásokat kezdenem a kérdéseimet, vagy kérdésemet. Én a legkevésbé a címét találtam előzetesen érdekesnek. Tehát van egy könyv, kézbe veszi az ember, Orbán kontra Soros. Gábort 1000 éve ismerem, nagyon jóba is vagyunk, de hát mit lehet erről írni? Orbán kontra Soros. És az ember elkezdi olvasni ezt a könyvet, és most ezt nagyon őszintén mondom Önöknek, főleg így vásárlás előtt, hogy ez a könyv minden várakozásomat felülmúlta. Tehát ez a könyv nem arról szól, hogy Orbán kontra Soros, hanem olyan gondolatokat indít meg az olvasóban, és olyan asszociációkra következtet, ami azt jelenti, hogy kérdések sokaságát lehetne feltenni Gábornak. Ezzel a hallatlanul izgalmas, szerintem exkluzív információkon alapuló könyv, mert azt sem titok, és Gábor leírja egyébként a könyvben, hogy sok mindenkivel tárgyal, sok mindenkivel beszélgetett, van, akit meg is nem ez, van, akit nem. De mielőtt fölteszem a komoly kérdésem, egy félig komoly kérdése hadd kezdjem. Ha én könyvet írnék Orbánról és Sorosról, akkor mind a kettőket megkeresném, hiszen ők a fő figurái a könyvnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy kettő közül kivel sikerült beszélned? Hát ezért tart itt az újságíró társadalom, az álkérdések miatt. De hagyj reflektáljak arra, amit köszönöm szépen, ha ez dicséret volt, a dicséretet, mert szándékaim szerint ez nem egy tudományos könyv, hanem egy sztori. Egy átélhető történet, egy párbajról, amit szerintem, hogyha mondjuk Amerikában lennénk, akkor már rég film lenne belőle, de nagyon jól ráéreztél, hogy nem ez volt az eredeti szándék, hogy ez legyen a cím. Ennek az a magyarázata, hogy az a szándékunk, hogy ez egy nemzetközi projekt lesz, tehát már elindult az angol fordítása, és tervek szerint jó néhány nyelvre lefordítatjuk még, ahol ugyanazzal a kérdéssel kerülnek szembe a politikai szereplők, mint a magyar miniszterelnök, hogy meg kell küzdeni Sorossal. Mert hogy talán lehet belőle tanulni. És akkor elmondok egy exkluzív dolgot, ha már itt vagyunk, hogy az eredeti címe és a munkaanyag is arról szólt, az volt a címe, hogyha van Isten. Mert hogyha nincs Isten, akkor itt van két világszellem, két pozíció, és akkor egyszerűen csak választhatunk közülük. Az egyik ideál, a másik odaáll, hát most az, hogy én az egyiket választottam, az nem magasabb rendűbb a másiknál, választhattam volna éppen a másikat is. Na de ha van. És ez volt a gondolata ennek az egész könyvnek, így kezdtem bele a könyv írásába, de gondolni kell a
merkantil szempontokra is, meg a nemzetköziség szempontjaira is, hogy ez a két név, ez olyan, mint egy tűzoszlop, tehát lángol. És nem csak nálunk lángol, és mi értjük már, hogy miről szól, hanem éppen a kettejük párbajának köszönhetően a világ számos pontján tudják már nem csak azt, hogy ki Soros, hanem azt is, hogy ki Orbán Viktor. És ez egy hatalmas történet. Tehát nem győzöm hangsúlyozni. Nem az, hogy ez meg lett írva, szerintem ez is fontos, hogy végre el lett mesélve egy 40 éves sztori, hanem az is, hogy van itt egy sztori, és benne vagyunk a világban, bele vagyunk vetve a konfliktusokba, nem értjük, mi történik körülöttünk, és akkor hirtelen két személy párbajában leegyszerűsödik a világ. Hogy az egyik azt mondja, hogy nemzetállamok, a másik azt mondja, hogy Isten őriz. Mármint, ha ezt mondaná, ugye? Az egyik azt mondja, hogy meg kell védeni a határokat, a másik nyissuk egybe, és így tovább. Lebomlik előttünk, hogy miről szól ez a történet. És igen, nem magamtól vagyok ilyen okos, idézőjelbe téve, hanem arra törekedtem, hogy beszéljek fontos szereplőkkel, például Zsolttal is volt alkalmam beszélni. Soros Györgyel nem tudtam beszélni, de küldtünk neki könyvet. Hát reméljük elolvassa, jó ízlése van egyébként valószínűleg, de folytassuk a kérdéseket már csak azért is, mert van egy izgalmas kérdés, szinte a könyvből merítettem az ötletet, és eszembe jutott, hogy háborúzó felek nem mindig szoktak találkozni. Gondoljanak önök a II. Világháború történetére, ahol mondjuk Sztálin és Hitler legjobb tudásunk szerint soha nem találkozott, aztán volt, aki találkozott, Jaltán máshol, erről mai napig fényképeket nézeget a nagyvilág. Szóval nem feltétlenül szükséges, hogy az orosz szár és Napóleon lóhátról beszélgessen, nem szükséges, hogy Xerxész, valamelyik spártai vagy aténi előkelővel a háború természetéről folytasson vitát, és ennek ellenére, és ez az igazán érdekes az első kérdés, tehát erre vonatkozik, hogy Soros György és Orbán Viktor több ízben találkozott személyesen. Ha minden igaz, nem túl sokszor, de néhányszor találkoztak. És azt szeretném megkérdezni, Gábor, hogy van-e egy bizonyos pontja az ő kapcsolatukban a törésnek? Állíthatjuk-e azt, hogy volt egy olyan személyes találkozó, vagy belpolitikai, vagy külpolitikai fordulat, esemény, amikor ez a tulajdonképpen valamikor, igazán nem mondanám, hogy jó viszony, mert az a könyv szerint soha nem volt, de ez a korrekt viszony egyszer átfordult valami olyasmibe, ami a mai napig a két ember között fennáll. Tehát volt-e ősbűn, ami miatt jelenleg Orbán Viktor és Soros György két különböző tűzoszlop? Szerintem volt, és azok szerint is volt, akikkel beszéltem. Ez egy hosszú-hosszú történet. A 80-as években kezdődik itt Budapesten, Magyarországon. Megengedik egy amerikai milliárdosnak, a kommunisták felől nézve, hogy ide jöjjön és csináljon egy alapítványt. Borzasztó érdekes dolog, hogy a komcsik beengednek egy kapitalistát. És az is igaz, ezt hánytorgatja fel állandóan az ellenfél, hogy hát Orbán Viktor elfogadta Soros ösztöndíját. És valóban talán a Fidesz se lehetett volna Soros támogatása nélkül, de Soros akkor mindenkit támogatott. Aztán majd megnézi, hogy mit gurít a sors. És a szereplők visszaemlékezései alapján is van ősbűn. 1992-t írunk, amikor a Fidesz kb. 50%-on áll, és nagyon úgy néz ki, hogy ő fog kormányt alakítani a következő választásokon. És majdnem azt mondtam, magyar miniszterelnök, inkább azt mondom, hogy a könyvben van, tehát Viktor. Viktor Amerikában vagy 6 hetet tartózkodik kint, és kap egy meghívást New Yorkba Soroshoz. És akkor a Soros megdicséri őket, és elmondja, hogy milyen nagyon jól dolgoztok, és hogy annyira jól dolgoztok, hogy ezentúl hajlandó vagyok minden költségeteket állni. És akkor Viktor azt mondja, hogy hát nagyon szépen köszönjük a dicséretet, de tényleg annyira jól megy a szekér, hogy nincs szükségünk semmire. És a miniszterelnök visszaemlékezései alapján ebben a pillanatban született két füzet. Sorosnak is egy, az ellenség füzete, amiben felírta Orbán nevét, és magyar miniszterelnök úgy interpretált, hogy én se vagyok hülye, akkor én is nyitottam egy füzetet, amiben felírtam Soros nevét. És még ugyanebben az évben, mert szerintem ez a
Ez az egyik meghatározó pont. Még ugyanebben az évben már Budapesten találkoznak, egy vacsora erejéig, a csurka dolgozat után vagyunk, és akkor Soros azzal kínálja meg a Fideszt, hogy engedjék el ezt a hülyeséget, ezt az antikommunizmust. És álljanak be az MSZP és az SZDSZ mellé, mert van egy nagyobb veszély a kommunizmusnál, hát a fasizmus veszély. És a Fidesz ezt visszautasítja. És innentől beindul az, amit jól ismerünk, antiszemita vádak, sajtótámadások, ellehetetlenítés. Az eredményt is ismerjük. Az 50%-os Fideszből 94-re lesz 7%-os. És utána, amikor kormányra kerül a Fidesz, akkor mindig előbb-utóbb jönnek az ilyen víz alatti támadások. És az a sztori érdekessége, számomra is érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy egyáltalán, hogy Sorosról beszélünk, már a könyökünkön jön ki, hogy Soros. Mert hogy nagyjából a migrációs válság óta tudunk róla beszélni. De ez egy sokkal mélyebben fekvő történet. Csak nem látszott. Nem előttünk zajlott. De életre, halálra ment. És a magyar miniszterelnök döntött úgy a migrációs válságban, hogy most már megvan az erő, és itt az alkalom, és meg lehet nevezni az ellenfelet, ki lehet húzni a színpadra, meg rá lehet irányítani a reflektorfényt, és el lehet mondani, hogy mit is akar valójában. És ekkortól fogva, tulajdonképpen annak hatására, ez is egy éles állítás, erről is beszéltünk, hogy az Orbán legyőzte Sorost ebben a migrációs csatában, tulajdonképpen lehet beszélni arról, hogy Soros probléma. Mit akar Soros? Mik a valódi céljai? Hogy működik a Soros birodalom? És fel lehet tenni a plakátokra megmutatva, hogy ő a gonosz, és ezt is ezt akarja veletek csinálni. Csak ez annyira magától értetődőnek tűnik nekünk, hiszen benne éltünk, hogy hát jó, hát Soros. De hogy az egész történet arról szól, hogy egy hatalmas erővel van dolgunk, egy nagyon okos emberrel, aki szerintem politikai innovációk sorát dolgozta ki, rengeteg pénze van, 150 országban vannak szervezetei, mindenütt ugyanazt a receptet alkalmazza, ha akarja tényleg 10 emberrel a kambodzsai hírhalsonáig eljuttatja, hogy Orbán Viktor egy náci. Ez egy óriási erő. És jön egy felcsúti srác, és akkor legyőzi. Legyőzi, de a háború nem ért véget, és ezért született meg a könyv, majd gondolom beszélünk erről is, hogy ez nem egy történeti munka, nem egy emléket állít egy küzdelemnek, hanem az a probléma, ezt szerintem érezzük a bőrünkön is, meg ha jól értettem a felvezetőt, akkor itt konkretizáltuk is a dolgokat, hogy benne vagyunk a sztoriban. Tehát a sztori nem állt meg, és az ellenfél hihetetlenül erős és veszélyes. És úgy tűnik, hogy minden erőnkre, meg furfangunkra szükségünk van ahhoz, hogy álljuk a sarat. Én is majd egy, ha van egyáltalán egy megragadható történelmi pillanatot fogok keresgélni, és erre fogok rákérdezni. Csak előtte egy személyes élményemet hagyosszam meg önökkel. Én tavaly mindösszesen majdnem 3 hónapot töltöttem Mongóliában, mert hogy ott forgattam egy filmsorozatot. Na most én sok mindenre fel voltam készülve Mongóliában, de arra, hogy a Ulánbátorban, a fővárosban már amennyi történelmi rész egyáltalán megmaradt ebből a fővárosból a Komcsik áldásos évtizedei után, de ott a történelmi részben a legősibb, amúgy lerombolt buddhista kolostorral szemben sétálgatok ott az utcán, fölnézek egy házra, és a bejárat fölé az vagyon kiírva ékes angol nyelven, hogy Open Society Foundation. Nyitott társadalom alapítvány. Ulánbátorba baszki. Mondtam is ott rögvest az én drága mongol barátaimnak, a tolmácsaimnak, közülük is elsősorban Tulgának, akinek volt némi politikai affinitása, és mondtam neki, hogy srác, kezdjetek el rettegni. Ha Soros idehozta az alapítványát, akkor nektek van valamitek, ami neki kell. Úgyhogy mostantól vigyázzatok, mert itt vagytok,
alig 3 millióan egy 109 000 négyzetméternyi, de hogy 159 000 négyzetméternyi országban, négyzetkilométernyi országban 3 millióan valami egészen hihetetlen tradícióval vagytok megáldva, és ehhez a tradícióhoz ragaszkodtok. Van egy 2000 éves múltatok, amit nem akartok elengedni, de itt az Open Society Foundation, és a nyilvánvaló, hogy a következő esztendőkben ez az ember mindent meg fog tenni azért, hogy ti 3 millióan elveszítsétek a múltatokat, a történelmeteket, és lehetőség szerint elkezdjétek egymást úgy utálni, mint a szart. Ezért van itt a Gyuri, mert valamit akar. No, ez a személyes élményem. De a pillanat, amit keresek. Szóval Soros György, említette Gábor, számolatlanul van pénze. Ez a számolatlan és mérhetetlen vagyon, ez úgy jött össze, hogy ez az ember egy sötét, ótvaros, szar, szemét gazember volt, aki többek között országok gazdaságának, valutájának tönkretételével szerezte ezt az irgalmatlan vagyont. És bizonyos időszakokban, nem a nagyon távoli ködös múltban, valamikor a 90-es években, ki volt tiltva Nagy-Britániából is. Mert akkor éppen a fontot sortolta és tette tönkre. A Távol-Kelet számos országából a mai napig ki van tiltva. Azt a történelmi pillanatot próbálom megtalálni, hogy van egy gátlástalan gazember, egy tőzsdecápa. Tőzsdecápák volt nemrégiben egy zseniális amerikai film, azt mintha róla írták volna. Egy gátlástalan gazember, aki így szerzi a vagyonát, akit élete során számos helyről kitiltanak. Minek kell ahhoz történnie, és mikor történik ez a valami, hogy egyszer csak Washingtontól Brüsszelen át mindenhol a világban ilyen államfőknek kijáró tisztelettel fogadja, oda megy, ahova akar, politikusok, megválasztott vezetők, miniszterelnökök, miniszterek, államfők fogadják, lapogatják a hátát. Mi történt? Hogy lesz egy tőzsdecápából, aki ki van tiltva Angliából, a világ egyik olyan figurája, aki mindenhova bejut? Ezt én azóta se értem, és itt most nézek Gáborra, hát, ha te tudod a titkot. Akkor én egy másik pillanatot keresek, a mai napot. Mai hír, hogy ugye az Európai Unió bírósága 200 millió euróra büntette Magyarországot, plusz naponta 1 millió, mert itt hezitálunk itt a migrációs kérdésben. Na most a Sorosnak sok mutatványa van. Már mondtam az elején is párat. Nem az a felháborító benne egyébként, hogy mondjuk magántulajdonba vette Amerikába a demokrata pártot, meg politikusokat megbuktat, meg finanszíroz. Nem. Az az egyik legnagyobb vívmánya, mindjárt mondok rá példát, hogy ő bemegy a mély struktúrába. Amerikában is azért verte ki a biztosítékot, mert azt mondta, hogy hát nézzük már meg, hogy akkor kik az ügyészek, megnézzük meg a bírósági rendszert. Az Európai Unióban a Európai Ügyészség az Sorosnak a mesterműve, az Soros érte el, a vezetője is egy Soros ember, és onnét tudom, amikor feltűnnek új szereplők a magyar politikában, és ha az első 3 követelésben benne van, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, akkor működik a Soros felismerő rendszer. Tehát tudom, hogy ők kik. És most hogy nem, ugye az Európai Unió bírósága drákói szigorral lecsapott erre a renitens államra. Elképzelni se tudjuk azt az erőt, amit ez a hálózat képvisel. Ez tényleg egy birodalom. Tehát erő. És
megvesz képviselőket, megvesz embereket, fizetési listán tart, de mások is látják, hogy ez egy erő. És nem csupán egy magánerő, hogy egy magánmilliárdos ereje, azért az is hozzátartozik, azért mondtam azt, hogy a 80-as években bejön ide a kommunista rendszerbe egy kapitalista, egy amerikai milliárdos, hát az egy önmagában megfejtésre szoruló kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. De hogyha ezt el is engedjük, hogy döntő többségében együtt mozog az amerikai hegemón érdekek érvényesítésével. Soros érdeket érvényesít, és közben pénzt keres. És ezt tudják. Magáról is hirdette Soros, hogy ő egy állam nélküli államférfi. Sőt, azt gondolta a rendszerváltoztatás után, hogy a szovjet birodalomból Soros birodalom lett. Itt Közép-Európában ő a császár. Tényleg megdöbbentő az a felvétel, a könyvbe is beleírtam, mai napig nem tudom feldolgozni, amikor láttam 89-ben a rádió kabaréba, hogy három humoristával beszélget, miközben krumplit pucol, és poénkodik, és a közönség nevet, és én úgy éreztem akkor a felvételt nézve, hogy tényleg azt gondolja, ő a király, és megérkezett, és ez az ő országa, és most akkor ember közelivé, vagy ember közelének mutatja magát. Ez a politikai oldala, nem akarom a személyiségét elemezni, mert a filozófiai oldala is megvan, ő mindig egy top értelmiségi akart lenni, ő nagy filozófus akart lenni. Hiába fizeti a tanítványait, meg egyetemi professzorokat, ezt még nem sikerült elérni, hogy elmondják róla, hogy azért jó filozófus. Tehát azért van vele probléma, és neki ez egy nagy szívfájdalom. De ő tényleg azt gondolja, hogy ő maga az Isten. Tehát magáról is írt könyvet. Azt gondolja, hogy hát ő Isten tervét teljesíti be. Tehát egy messiás komplexussal rendelkező fasziról van szó. És megvan hozzá az ereje, hogy ezeknek az elképzeléseknek érvényt szerezzen. És hát, hogy tegyek hozzá egy politológiai érvet is, szerintem ez egy új jelenség. És a 20. század második felében is elsősorban a Sorosékkal jelent meg, hogy eddig úgy gondoltuk el a politikai hatalmat, hogy mondjuk vagy nemzetállamokban, vagy birodalmi keretek között ragadható meg. És Sorossal jelenik meg az a politikai hatalomgyakorlásnak az a formája, amely felülírja a nemzetállami kereteket, vagy a birodalmi kereteket, amelyek mégiscsak határokhoz köthetőek, hanem itt is vagyok, ott is vagyok, mindenütt vagyok, és sehol se vagyok. És ez egy újabb furfang, egy újabb innováció, hogy mindenütt ott vagyok, lapogatják a vállamat az Európai Bizottságba, de amikor Soros tervről van szó, akkor miféle Soros terv? Ugyan már nincs is Soros terv, tehát végül is sehol se vagyok. Tehát ilyen fantasztikusan leleményes politikai innovációkkal hatalmas erőre tett szert, és ez ellen hogy lehet harcolni? Erről szól. Nekem is muszáj egy személyes emlékkel előhozakodni ezen a ponton, nem messze Mongóliától, ahol Zsolt meglátta a Nyílt Társadalom Alapítvány reklámtábláját. Én Sánkhájban üldögéltem egy vendéglőben, nem akkor, nem néhány évvel azelőtt, és három olyan kínaival beszélgettem, akikkel már egy hete együtt voltunk. Ez fontos, mert a kínaiak egyébként nem nyílnak meg annyira először, tehát már úgy jó ismeretségnek számított. És ebéd közben szóba hozták Sorost, és nem én hoztam szóba, hanem ők hozták szóba, ráadásul azt is tudták, hogy George Soros, ahogy ők mondták, Magyarországon született, ezért valamiféle érzelmi viszonyulásunk van hozzá. És nagyon óvatosan megkérdezték, hogy mi a véleményük, és hát mi úgy elmondtuk nagyjából. És akkor innentől lett érdekes a beszélgetés, mindjárt kapcsolódom Gábor könyvéhez is, ugyanis aztán én kérdeztem a kínai barátainktól, és pedig azt, hogy hogyan látják ők Sorost, és hogy mennyire van jelen kínai életében, és hogy jelen lehet-e, jelen lesz-e, és hogy egyáltalán hogy áll össze a Soros képet számukra. És válasz helyett, ami a kínaiaknál gyakori, hogy nyílt válasz helyett, kicsit másról meséltek, de választottak, arról kezdett el beszélni ez a kínai barátunk, hogy Kínában az a nagyszerű dolog, hogy a bankárok mind kínaiak. És hogy ők ismerik a saját bankáraikat. És nem ironikusan mondta, hanem őszintén, hogy együtt nőttek fel velük, ugyanabból a városból származnak, na de nem csak a bankárok kínaiak, hanem az üzletember is kínai. Azt mondja, nem mindenütt van olyan, hogy amerikai, vagy orosz, vagy más, mindenféle üzletemberek mozognak a helyi társadalomban, hanem ők mindenütt kínaiakkal találkoznak.
És azt mondta az a kínai végezetül, hogy amíg a kínai bankrendszer kínai kézben van, és kínaiak vezetik, addig ő nyugodt, és most tessék figyelni, mert náluk Kínában van egy mondás, minden kínai ember egy őr a kínai falon. A kérdésem az Gáborhoz ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos kérdés, hogy azon a világbirodalmon kívül, amit Soros György a maga rendszerével létrehozott, a maga hálózatával működtet. Van egy másik világ. Ide tartozik Oroszország, Kína, ide tartoznak Ázsia egy bizonyos országai, ahol Soros Györgynek vagy nincs befolyása, nem engedték be az országba őket, vagy valami oknál fogva nem félgőzzel kénytelen működni. A Soros történetnek lehet-e az a vége, hogy egy globális fordulat következik valamikor majd a világban, és a kínai bankárok, akik véletlenül 100 év múlva is Kína pénzügyi életét vezetik, már nem nagyon foglalkoznak majd a Soros doktrinával, és másfajta rendező elvekkel próbálják a világunkat igazgatni. Tehát mi van a Soroson kívüli világgal? Mennyire ismerik őt, mennyire lett ez a jövő kérdése, hogy lesz egy Soroson túli pénzügyi valóság a Föld nevű bolygó? Hát ilyen anekdotikus dolgokból indulok ki, aztán eljutok valahova. Tehát Soros Kínában krokodilnak nevezik. Ugye vannak a krokodilkönnyek, hogy úgy eszi meg a vacsoráját, tehát egy kíméletlen ragadozónak, és Kínában nem sikerült valóban berendezkednie, kiebrudalták onnét. A legnagyobb sikerének Soros azt tartotta, hogy még a kommunizmus bukása előtt lábat tudott vetni Moszkvában. Jelcin alatt egyébként adókedvezményeket kapott, és futott a szekér, és Putyin ebrudalta ki Oroszországból, nem véletlenül lett Putyin az egyik fő gonosz. A sztánokból is zömébe kizavarták, de ugye a mongol példa mutatja, hogy azért ahova lehet, oda visszamerészkedik. Fog azért rengeteg mindent, tehát ez a 150 ország, nagyjából azt jelenti, hogy mindenütt ugyanazzal a recepttel próbál meg dolgozni, ami azt jelenti, hogy instabilitást okoz, vagy instabilitást keres, mert abban lehet jól kavarni a dolgokat, és nem Piszkos Fednek hívják, hanem Soros Györgynek. És hát csak egy példa, hogy a veszélyességét mondjam, a recept univerzalizmusát, ismerős lesz a dolog, hogy ugye csinálnak egy filmsorozatot a Népembere címmel, majd megválasztják a népemberét politikusnak, aztán ott a háború. Na, ez Soros. Annyira ugyanazt a forgatókönyvet követik, most nem jut eszembe a neve a pártnak, de Csehországban, meg Bulgáriában is ugyanazzal a névvel csinálták meg ugyanazt a politikai mozgalmat. Van, ahol valóság show sztárt léptettek elő, van, ahol rockzenészt, most meg nekünk itt jutott egy kiugrott ember, de hogy van egy forgatókönyv, ami ha bevált, akkor megpróbálják működtetni. Na de igen, de van egy Soroson kívüli világ, ami vagy kizárt a Sorost, vagy eleve be se engedte, vagy a Soros úgy gondolja, hogy minek menne oda házhoz a pofonért. És ez nem Sorossal függ össze szerintem, hanem a világrend átalakulásával, hogy akkor most mi lesz Amerika hegemóniájával. Hogy akkor most mi lesz Kínával, Indiával, Oroszországgal, mi lesz a BRICS országokkal, és ez túlmutat Soroson. De Sorosnak van egy rossz hír az általa uralt világban is. Például a küzdelem okán, amit a magyar miniszterelnökkel vívott, hogy egyre többen látnak át a szitán. És felveszik a kesztyűt Sorossal szembe. És a vonzereje gyengül ennek a történetnek, még akkor is, ha erős, és leleplezik a sztorit. Tehát az általa uralt világon belül is jó esetben gyengülhet az ereje. Egy biológiai, vagy nem tudom, hogy nevezzem, milyen okot is mondok, ugye jött Alex, tehát a Soros már azért 94 éves, át kellett adni a hatalmat. Van egy olyan mondás, hogy ugye mennél többet ad át az apa a gyereknek, annál nehezebb a fiúnak a dolga. És hát az Alex szerintem nem olyan tehetséges, mint a Soros György. Sokkal politikusabb dolgot is akar csinálni, de a tervei épp úgy életveszélyesek, és rendezi át a hadseregeket. Ugye most Amerikába vonja össze a csapatokat Ukrajna mellett, mert a cél a Trump megakadályozása.
És itt megint összetalálkozik a mi törekvéseinkkel, mert ugye mi azt gondoljuk, hogy ha Trump jön, akkor Európában béke lesz, és ez rossz hír az itteni soros embereknek is, ők meg azt akarják, hogy nehogy véletlenül jöjjön Trump. Tehát mondom, benne vagyunk a sztoriban, meg ez az EP választás is részben arról szólt, hogy most Brüsszelt meg tudják-e tartani a hegemon amerikai nyomásgyakorlás alatt, tehát hogy háborúpárti állásponton tudják-e tartani Brüsszelt. Tehát a küzdelem folyik. Nem tudom, tehát hogy a könyvbe is beleírtam, hogy a második pun háború résztvevői nem tudták, hogy lesz egy harmadik. Mi se tudjuk, hogy meddig tart ez a sztori, mikor ér véget, egyáltalán észrevesszük-e a véget ér, mert Soros helyett biztos vannak más jelentkezők, van Bill Gates, meg társai. Csak az a kérdés, hogy ugyanaz a recept működik-e korlátlan ideig, és hogy sikerül-e vele szembe a lázadás. Hamarosan szünetet kell tartsunk, mert én kizárólag a feleségemtől meg a Mikus Marcitól tudok félni, és ha ő azt mondta, hogy szünet, akkor szünet. De azért előtte, ilyet úgyis ritkán hallanak tőlem, de azért adjuk meg a császárnak, ami a császári, és hangozzék most itt el egy olyan, egykor volt kommunista, aztán sőt pufajkás, aztán a rendszerváltás nagy hőse, majd rendszerváltás után még egyszer miniszterelnöknek a neve, aki mindazok ellenére, amit most elmondtam róla, egy adott pillanatban és egy adott ponton Soros Györggyel szemben, ha úgy tetszik, a hazája és a nemzete érdekeit képviselte. Hangozzék el ez a név, Horn Gyula. Horn Gyula megakadályozta, hogy Soros szarér-hugyér megvegye a magyar legnagyobb bankot, az OTP-t. Ezt azért mindig gondoljuk oda, amikor Horn Gyulára emlékezünk. Magyarul nem szükségképpen minden komcsi egész életén át hazaáruló. Ez a fő szabály, de vannak kivételek. És ezt Horn Gyula képviselte abban az adott pillanatban. És azt gondolom, hogy ez fontos. Most szünet lesz, és én utána azért szeretnék itt elkalandozni még egy darabig az orosz-ukrán háború és Soros György. Hogy is mondjam, csak közös emetszés pontjain, hogyha szabad ilyet mondani. Köszönöm szépen, tehát második résszel folytatjuk. És könnyű dolgom van, mert ott folytatnánk a kérdések sorától, abba hagytuk az első rész végén. Egészen pontosan Horn Gyulánál, de nem róla kérdezek, csak róla jutott eszembe valami, amit Gábortól szeretnék megkérdezni. Nem tudom, emlékeznek-e arra, amikor Horn Gyula nagyon beteg volt már, és némi meglepetést váltott ki, elsősorban a baloldali sajtóban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök természetes emberi kötelességének tartotta, hogy miniszterelnök elődjének a gyógykezelését minden módon segíti az állam. És egyébként érzelmileg nyilvánvalóan ő is. Ez azért fontos, mert ennek a könyvnek a végén van egy hasonló történet, és ez már Gábort érinti ez a történet. Nem Horn Gyulához kapcsolódik, hanem Orbán Viktorhoz, és nagyon hasonlít ez a történethez. És ha már Orbán kontra Soros a könyv címe, akkor beszéljünk egy kicsit Orbán Viktorról is, hiszen eddig Soros Györgyről volt szó. Szóval ennek a könyvnek a végén, bár nem jó spoilerezni, de ott mondjam el nagyon röviden, arról van szó, hogy a szerző Gábor találkozott a miniszterelnökkel, és ezen a megbeszélésen, nézem közti megbeszélésen, a miniszterelnök azt mondta a Gábornak, hogy hallottam, hogy könyvet írt Soros Györgyről, ez nagyon jó és rendben van, de azt nem tudom, hogy végig gondoltad, vagy tudod-e, hogy én Soros Györgyöt magyar embernek tartom. Nem csak, hogy magyar embernek tartom, hanem hogyha Soros Györgynek bármilyen módon a magyar állam segített, akkor segíteni fog, mert ő magyar.
És akkor arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a nemzetnek néha olyan tagja is vannak, akik talán nem is akarnak a nemzet tagjai lenni, de akkor is a nemzethez tartoznak. Tehát én ezt a történetet nagyon hasonlónak érzem a Horn Gyula betegségével kapcsolatban, és ez már Orbán Viktorra vonatkozik. Nyilván beszélgettetek, és nem mindig publikus egy ilyen beszélgetés minden részlete, de miért mondta ezt a miniszterelnök? Hiszen jól tudod azt, és a kedves hallgatók, nézők is tudják, és ne áruljunk zsákba macskát, hogy a magyar jobboldal jelentős része Soros Györgyöt nem tekinti a magyar nemzet részének. Miért mondta ezt a miniszterelnök szerinted? Több megközelítésből próbálok neki futni, hogy ne elkerülő választ adjak. Először is az én fejemben ez a sztori, az alapján is, ahogy beszélgettem a miniszterelnökkel is, meg másokkal is, tényleg úgy néz ki, mint egy epikus történet, vagy mint egy western film, ahol van két ember, aki szemben áll egymással, a szél fújja a kaktuszokat, meg keveredik a por, meg minden, de mégiscsak van morál. És ezzel a gesztussal, hogy a végén azt mondja, hogy én őt magyar embernek tartom, és hogyha egy magyar ember bajba kerül bárhol a világon, akkor nekem, mint a magyarok miniszterelnökének kutya kötelességem segíteni neki. Szerintem ez olyan, mint amikor eltalálná a másikat a revolverével. Hogy megmutatja, hogy én fölötte állok ennek a sztorinak. Hogy én tudom, hogy van morál, meg van politikai morál, és az engem is kötelez, még akkor is, hogyha az ellenfél sok esetben, vagy akár mindig méltánytalan eszközökkel harcol ellenem. Mert ez rólam szól. Ez a történet. Az is róla szól, hogy nagy formátumú embert jó legyőzni. Szerintem Soros egy nagy formátumú ember. És akár magyar ember is lehetett volna, hogyha érez valamit azzal kapcsolatban, amit a magyar nemzeti elköteleződés jelent. De mégiscsak nekünk magyaroknak hízeleg ez a történet, hogy ebben a kitüntetett pillanatban két magyar ember konfliktusában sűrűsödik össze a történelem. De nekem a kedvenc fejezetem, ha lehet ilyet mondani pervez módon a saját könyvemről, amikor Plutarkosz mintájára párhuzamos életrajzként a Viktor Soros szembeállítást írtam meg, mert még egy korábbi beszélgetésből évekkel ezelőtt mondta nekem a miniszterelnök, hogy az erős ember onnét ismerszik meg, hogy mindig tud mondani 5-6 dolgot, amit semmilyen körülmények között nem tenne meg. Sorosra meg azt mondta, hogy hát szerinte Soros, hogyha talál valamilyen eszközt, ami közelebb visz a célhoz, nem mérlegel. Tehát nem rostálná ki. És szerintem ez egy döntő különbség. Valahol itt a mélyben, a politikai morálban is húzódik egy döntő különbség, hogy egy erős ember meg tudja mondani, hogy bár megtehetném, de mégsem teszem. A másik meg azt mondja, hogy hát ha ez a célra vezető eszköz, miért is ne? Miért lennénk finnyásak? És szerintem ez egy nagyon mély dolog, és nagyon sok minden következik belőle. Hogy politológusként is beszéljek, nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg dedikálást, sokan hozták ide az Orbán szabályt is, nekem ez a könyv olyan egy kicsit, mint a spin-offja az Orbán szabálynak, tehát a Csillagok háború sorozatból is van már annyi film, hogy miért ne lehetne ilyen előzmény, utólagos történetet csinálni belőle, mert végül is megelőzi, meg követi is azt a történetet. De hogy ott részletesen írtam arról, amit az ellenfelei Orbánnak nem tudnak elképzelni, hogy Orbán mindig betartja az alkotmányos kereteket. Tehát meg lehet változtatni, vagy lehet új alaptörvényt adni a nemzetnek, ha az alkotmányos keretek lehetővé teszik. De nem lehet felrúgni az alkotmányos kereteket. Azt az ellenfél csinálja. Talán emlékeznek 2022-es kampányra. Az ellenfél hogy megfenyegetett minket, hogy lehet feles többséggel alkotmányozni, vagy légtérzár lesz, vagyon elkobzás, mindenki megy a börtönbe. Mert ők így gondolkodnak. Minden eszköz megengedett. Mi meg úgy gondolkodunk, hogy a játékszabályokon belül, és a játékszabályokat is meg lehet változtatni, ha a játékszabályok lehetővé teszik. És ez egy döntő különbség. És azt gondolom, hogy végül is ezért tudjuk kihúzni magunkat a jobb oldalon, és ezért mindig egy morális vita is, amit a bal oldallal folytatunk, mert a morál leglényegét érinti. És szerintem ebben ez van. Nem tudom, érthető-e, vagy elfogadható-e a válasz.
No, mint egy föl is vezettétek azt, amiről én szeretnék beszélni. Ugye azt mondtam a szünet előtt, hogy én még azért az orosz-ukrán háború különböző aspektusait idehoznám. Legalább 10 éves az az interjú, amit Soros György adott már nem tudom melyik nyugati vagy amerikai tévé csatornának, ahol sok egyéb mellett elhangzik ennek az alaknak a szájából a következő mondat. Nagyjából 10 évvel ezelőtt azt mondja, Oroszországot majd úgy kell legyőznünk, hogy a nyugati technikai fölényt kell egyesítenünk, most figyelj, a közép-európaiak vérével és áldozatával, hiszen a nyugatiak nem viselnék el annak látványát, hogy nyugati fiatalokat visznek haza a frontról hullazsákban. A morálról értekeztetek. Az biztos, hogy a politikának vannak olyan aspektusai, amikor a morál semmi egyebet nem jelent, mint azt, hogy nem mondunk ki legalább bizonyos dolgokat. Már ez is morális tettnek tűnik. Klasszikusabb időkben ezt farizeusságnak hívták. De az, hogy valaki nem úgy veszi a bátorságot, mert nem is ez a helyes kifejezés itt, nem ez a lélektani szituáció, hogy vette a bátorságot, hanem eljutott oda, hogy megvan róla győződve, hogy ő ezt nyugodtan elmondhatja, nyilvánosan. Mi majd adjuk a pénzt, a fegyvereket, ti meg majd elmentek és megdöglötök. Ez a Soros terv 10 évvel ezelőttről, nem győzöm hangsúlyozni még egyszer, Oroszország legyőzésére. Na most, ha ez az alak semmi más nem csinált és mondott volna életébe csak ezt a két mondatot, már ezért megérdemelné, hogy nem is mondom, hogy mit érdemelne meg. Ellenben, ha egy réteggel beljebb megyünk ennek a gondolatsornak a lefegyverzően aljas és gusztustalan felszíne alá, akkor ebből azért csak következik, és nem kell hozzá sem túl elfogultnak lenni, hogy az ember arra a következtetésre jusson, hogy Oroszország legyőzetése az legalábbis Soros György fejében 10 évvel ezelőtt már, mint programpont szerepelt. És hogyha szerepelt, és megnézzük, hogy mi történt itt az elmúlt években, kezdve az ukrán forradalommal, amelyet a Soros György által uralt és irányított amerikai Deep State egyik legfontosabb alakja, egy bizonyos Victoria Nuland szíves közléséből tudjuk, hogy 5 milliárd dollárt fetszöltek bele a majdani forradalomba, ezt ő mondja el a saját hangján és a saját szájával, majd hozzáteszi, hogy csak nem gondoljátok, hogy ezek után veszni hagyjuk ezt a pénzt. Magyarul kezd kibontakozni az a történet, ami már innentől kezdve nem egy összeesküvés elmélet, hanem a rögvalóság. Az Egyesült Államok pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve titkosszolgálati eszközökkel kirobbant Ukrajnában egy úgynevezett forradalmat, melynek eredményeképpen eltakarítják az orosz barát ukrán vezetést. Soros már megcsináltatta előtte a filmsorozatot. Jön a farkával zongorázó kicsi törpe, akiből aztán most elnök lesz Ukrajnában. Végigviszik a tervet az ad abszurdumig, és kitör ez a háború, mert Putyin hagyja magát beleprovokálni. Erről már sokszor beszéltünk, ami eléggé el nem ítélhető egyébként.
még akkor is, ha számos momentum legalábbis az én számomra érthető, és most ott tartunk, hogy a 10 évvel ezelőtti lefegyverzően aljas és gusztustalan soros mondatok most válnak kézzel fogható valósággá. A nyugat úgy döntött, hogy legmodernebb eszközeivel és fegyvereivel ellátja az ukránokat, és ugyanez a nyugat semmit nem sajnál, az, hogy ukránok, most már nyugodtan mondhatjuk, 100 000-ei haltak meg eddig a fronton, és ki tudja, hogy még mennyi fog. Ez a nyugat, ezt soha ne felejtsék el, és mindig írják föl a kéménybe, ez a nyugat, amelyik az összes teveszaros sivatagból menekülő migránst itt ajnározza, senkit nem zavar haza. Ez, ebben a nyugatban most komolyan fölmerült már a kérdés, hogy a háború elől elmenekült katonaköteles ukránokat haza fogják toloncolni a biztos halálba. Ezt már a németek és sajnos a lengyelek kezdik egyre komolyabban gondolni. Nos, hogyha ezt az egész esemény sort így szépen összerakjuk, akkor kérdezem, kimondhatjuk, hogy ez a rettenetes orosz-ukrán háború mögött is fölsejlik ennek a gazembernek a sziluettje? Ki? De bővebben. Tehát félretéve a tényleg iróniát meg cinizmust. Tehát az a helyzet, hogy Ukrajna senkit nem érdekel. De Magyarország se. És most ott tartunk, hogy nem csak Ukrajna meg Magyarország, hanem Európa se érdekel senkit. Tehát ezt a háborút keresztül akarták nyomni, mert Moszkva viszont érdekes. És azt gondolták, hogy Oroszország legyőzhető. És ne is menjünk messzire, csak a magyar baloldali sajtóhoz. Hogy hallgatja el azt a tényt, hogy a háború eszkalálódhat, hogy egyáltalán háború folyik. Mert emlékszem, fél évig úgy mentem be a tévébe, hogy leültem vitatkozni, és kiröhögtek a másik oldalon a vitapartnerek, hogy lehet olyat mondani, hogy ez Amerika háborúja. Hogy lehet ilyet mondani? Majd fél év után, mikor már nem volt tartható az álláspontjuk már, tényként kezelték. Hát persze, hát Amerika természetesen jelen van ebben a háborúban. Szóval így nagyon nehéz politikai vitákat érvekkel megnyerni. Mert hogy azt akarom mondani, hogy most meg azon röhögnek, hogy miféle sorkötelezettség. Miféle sorkötelezettség, mi az, hogy embereket akarnak küldeni az ukrán háborúba. Pedig gondolják végig, hogyha az a feltételezés, hogy Oroszország legyőzhető, ebből a feltételezésből nem engedtek. Ahogy Zsolt is mondta, az ukrán emberanyag fogy, legalábbis elfogyóban. Önállóan fegyvert küldeni nem elég, pénzt küldeni nem elég. Valakinek harcolni is kell. Innen jön az a gondolat, hogy akkor készítsük fel mentálisan Európát arra, hogy akkor általános sorkötelezettség, ugye mit csinált Macron elnök, folyamatosan arról beszélt, hogy katonákat kell küldeni Ukrajnába. Nem azért mondta ezt, mert idióta, hanem azért mondta, mert ezt akarják. És az már nekem csak egy részletkérdés, hogy azért akarják ezt, mert maguktól akarják, vagy azért, mert Amerika belenyomja Európát ebbe. Ugye Amerikában választások lesznek novemberben, a múlt év végén keresztül nyomta Európán, hogy akkor finanszírozza már meg az ukrán háborút. Ugye ebből volt az a játék, amit én úgy hívok Brüsszelben, hogy 1-26 ellen, tehát Orbán Viktor 26 emberrel szembe próbált meg a béke mellett érvelni. Aztán most már ott tartunk lassan, hogy akkor beszéljük meg ezt az emberanyag kérdését. Ugye most volt itt a NATO főtitkár. Egyelőre azt sikerült elérni, hogy mi ne keveredjünk bele, de úgy tűnik, hogy a NATO elkötelezett abba az irányba, hogy itt az eszkaláció mellett fog érvelni. És most is, ha bárki kinyitja a baloldali lapokat, azt kapja, hogy telibe röhögnek minket. Miféle háború? Ilyen hülyeséget kampánytémává tenni, hogy béke vagy háború? Holott ez a politikai realitás. Emlékezzenek vissza, miféle migráció, álkérdés, álprobléma, kik jönnek, ugyan már? Orbán találta ki. Ja, és ha a könyvhöz hozzáteszem, miféle Soros György? A Soros György nem is létezik.
Hát kb. Ilyenekkel találkoztam 2017-ben a tévéstúdióban. A szemközt lévő ember azt mondta nekem, hogy miről beszélsz, Gábor? Hát ez összeesküvés elmélet. És aztán mindig beljebb jövünk, mert a valóság igazolja azt, amit mondunk. De ez egy pokoli nehéz küzdelem, ha azt se lehet elismertetni, ami van. Igen, hogyha a jövő felé haladunk, hiszen muszáj arról is beszélni, hogy milyen reménysugár van. Talán, hogyha igaz az, hogy több lépcsőben lehet egy birodalmat lebontani, és a római birodalom néhány évszázadon keresztül haldoklott, úgyhogy talán a soros birodalomnak sincs 200-300 évnél több hátra, akkor azt világosan látjuk, hogy ami most Európában történt az elmúlt napokban, az én véleményem szerint az egy erős jelzőtűz. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy kis államokban, ami papírforma szerint tudtunk előre Ausztriában, Görögországban, kisebb országokban megerősödött a jobb oldal, és nem a szalonképes, eurokonform jobb oldal, hanem az a jobb oldal, ami az elmúlt 10-15-20 évben jelent meg, sok országban csak néhány éve. Hanem most már Franciaország és Németország is olyan jeleket mutat, két kulcsállam, a CDU-CSU mögött az AfD a második helyen végzett, már kezd kilépni Kelet-Németország kereteiből, kezd össznémet program lenni, hogy valamit kezdeni kell a jelenlegi helyzettel. És ami talán a legmeglepőbb, hogy Macron elnök nem érezheti magát biztonságban, és könnyen meg lehet, hogy hamarosan azzal a Marine Le Pennel kell együtt dolgoznia, aki az édesapjával együtt évtizedek óta kitagadott figurája az európai politikának. De ez csak egy lépcső. Egy erős jelzőtűz. Itt jön az amerikai elnökválasztás, egy második erős jelzőtűz, és akkor most csináljunk egy olyan forgatókönyvet, amit egyébként nem szabad csinálni, hogy mi lenne, ha. De engedjék meg nekem, hogy egy olyan forgatókönyvet kérdezek meg a Gábortól, amire azért mégiscsak van esély. Európa jobbra fordul, részben vagy egészben, de megjelennek olyan erők, amelyeknek elegük van a bevándorlásból, elegük van a genderpropagandából, elegük van abból, hogy a nemzeti gondolatot visszaszorítják, és ami talán, hogy fogalmaztatok, hogy bár Ukrajna és Magyarország nem annyira számít, de az Egyesült Államok nagyon is számít Soros György számára. Az Egyesült Államok új elnökét pedig Donald Trumpnak hívják decembertől. No, egy ilyen világban, ahol Európában a hátország már ingatagabb, mint azokban a boldog időkben, amikor a globális akarat és a nyílt társadalom mindent birtokba vett, valamint az Egyesült Államok újra republikánus, mondom, csak játszunk el a gondolattal, melynek egyenes következménye talán az, hogy az orosz-ukrán háborúnak is vége lehet. Egy ilyen helyzetben mihez kezdhet Soros György? És ez csapás neki, átmeneti probléma, amit a birodalma átvészelhet? Egyáltalán látsz-e esélyt arra, hogy egy jobboldali fordulat keresztbe tesz Soros Györgynek? Most akkor, tehát 2025 elején járunk, igaz? Igen. Ott vesszük fel a fonalat. Mit szeretnél hallani? Te pontosan tudod, hogy mit szeretnék hallani. Mert lehet kérni, tehát kívánságműsor is lehet. Én szkeptikusabb vagyok. Pesszimista forgatókönyveim is vannak. Könnyen elképzelhető, hogy a Trump nyer, ettől még polgárháború lesz mondjuk Amerikában. Ez nem fikció. Ugye az egész BLM mozgalom meg a wokizmus, amit felerősítettek Trump alatt, az tulajdonképpen kvázi polgárháborús állapotokat idézett elő Amerikában. De lehet, hogy polgárháborús állapotok lesznek Európában. Nézzük meg Franciaországban, ott mondjuk ez az átlag szerda egy polgárháborús állapot, ugye mindig kimennek tüntetni, de félretéve tényleg a viccet, az a helyzet, ez az egész migráns kérdés, a kötelező kvóta, az elosztás, már nem is tudom, hogy hívják bülbül nyelven, általános elosztási mechanizmus, ami azt jelenti, hogy az együttéléssel járó problémákat el akarják osztani, hogy ne csak őket terheljék, hanem legyen akkor Közép-Európában is együttélés probléma. Ez mind arról szól, hogy ne robbanjon fel a kukta. De mi van akkor, ha felrobban a kukta? Például most, hogy a Macron 15%-ot kapott, a jobb oldal, amit megpróbáltak karanténba zárni, meg 30-ot. Németországban az AfD, ami áttört, mit csináltak vele? Az elit nemzetbiztonsági ellenőrzésnek vetette alá, és kiszorítja a politikai arénából. Mi történt Ausztriában az AfD-vel? Hány vezetőjét szedték le titkosszolgálati akciókkal? Mit csinált Romániában az európai ügyészség mintájára
vagy az Európai Ügyészség segítségével Soros lefejezte a politikai elitet. Mi történt a könyvbe is, beleírtam azt hiszem 2013-ban Csehországba, fél nap alatt elvitték a fél cseh kormányt. Tehát itt én azt gondolom, hogy a muníció, tehát az eszköztár az nem ürült ki. Azt rebesgetik, hogy mi van, ha merénylet lesz Trump ellen. Ugye furcsának hangzik ez a kijelentés, de hát egy hónapja vagy mikor történt merénylet Fico ellen. Tehát itt nem babra megy a játék. És azt gondolom, hogy bármi és annak az ellenkezője is elképzelhető. De tegyük fel, hogy mert hogy értem a megrendelést, hogy akkor előadom a pozitív utópiát, Európába győz a jobb oldal. Trump győz. Összefognak. A háború véget ér. Soros, a Soros birodalom kimúlik, és eljön a jobboldali reneszánsz. Ezt még én se tudom megírni, ezt a könyvet. Nos, tisztelt hölgyek, urak, mindjárt önök következnek a szokásos kérdések köre. Csak annyit még hagyj jegyezzek meg, amikor még a választás előtt szombaton miniszterelnök úr nálam járt a Hír TV-ben, azért ott elmondott egy, hát hogy is mondjam, csak fölötté érdekes kis történetet, ami úgy szól, hogy az Egyesült Államok most éppen, ez a Deep State, most éppen azzal házal, hogy ők odaadják holnap az Isten pénzét az ukránoknak, viszont Európa legyen szíves garanciát vállalni arra, hogy ezt az ukránok vissza fogják fizetni. Szóval mi leszünk Ukrajna kezesei? Hát erre mondta Kohn bácsi, hogy ügyes. Na ebből is ideje lenne valahogy kimaradnunk. És hogy igen, soha ne következzék be az, amiről mostanában úgy szoktam fogalmazni, hogy két és fél éve azt nem tudtuk elképzelni, hogy háború lesz a szomszédban, egy éve azt nem tudtuk elképzelni, hogy az egész nyugat bele akar majd avatkozni ebbe a háborúba, egy hónapja azt nem tudtuk elképzelni, hogy a szomszédunkban merényletet fognak elkövetni egy miniszterelnök ellen, és most itt ülünk, és van valami, amit nem tudunk elképzelni, és jövő héten az lesz a rög valóság. Na, ettől mentsen meg minket az jóságos Atya Úristen. És akkor, hát akkor önöki a szó. Ja, bocsánat, mielőtt önöki a szó, azért csak elmondom, itten úgy fölmérgeltem magam az Európai Bíróság, vagyis magyarul az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Európai Parlament furkós botja, mert ez nem bíróság, ez egy furkós bot, ma nyilvánosságra hozott ítéletén, amivel itt kezdtük, amely szerint ugyebár egyszer be kell fizessünk 200 milliócskát euróban büntetésgyanánt, majd be kell fizessünk mai napi keltezéssel, tehát most júni 13-ától, kezdődően naponta 1 millió eurót, mindaddig, amíg be nem engedjük mi is ide a föld szemetjét. Csak hogy világos legyen, ez elé az alternatíva elé vagyunk állítva. Most ebből azért néhány dolog következik, hogy hol tart a ítélkezés nyugaton meg a demokrácia. Az Európai Bizottság, amelyik most másodszor perelte be Magyarországot, a keresetében azt kérte ettől a bíróságtól, hogy amennyiben Magyarország nem teljesíti ezeket a feltételeket, magyarul nem engedjük be ide a migránsokat számolatlanul és ellenőrizetlenül úgy, ahogy ezt ők csinálják, akkor ez szerepel a keresetben, az Európai Bíróság büntesse meg Magyarországot napi 6 millió forintnyi eurós büntetéssel. Ebből csinált önhatalmulag, ez volt a kereset. Ebből csinált az Európai Bíróság 70-szer annyit napi, mai árfolyamon majdnem 400 millió napi forint büntetést. Tanú című film megvan, ugye? Tehát Pelikán elvtárs majd ne csodálkozzon, hogyha az ügyvédje halálbüntetést kér magára.
Ez történik ma a fényességes nyugaton. A büdös kurva anyját az összesnek. Hogy világos legyen. És akkor, mivel egy kicsit ideges lettem, ezért küldtem néhány SMS-t, hogy szerintem kéne tüntetést tartani. 2 perc múlva mindenki válaszolt, hogy igen. Úgyhogy holnap ennyiben történelmi lesz, mert az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt még nem tüntettünk. Na, holnap lesz a napja. Holnap 18 órakor Lövőház utca 35, ez ott a millenáris sarok. Ott van ennek a csodálatos testületnek, az új Szovjetuniónak a képviselete. Úgyhogy oda várok szeretettel mindenkit. Egyelőre annyit tudok, hogy a Bencsik Andris meg én leszünk a biztos szónokok, aztán majd még meglátjuk, hogy hogy alakul. Tényleg menjünk oda, és kiabáljunk be nekik, hogy anyátok. Az. És egyben fel kell szólni, és egyben fel is kell szólítsuk a magyar kormányt, hogy szó nem lehet arról, hogy mi kifizetjük ezt naponta. De én ne is mondják, mert természetesen majd az lesz, hogy a nekünk járó pénzből levonják. De jelentem, úgyse kapunk egy kurva vasat se, úgyhogy nagyjából tök mindegy. Csak annyit akartam mondani, hogy ez van. Tehát, hogy nem kell befizetni, mert levonják. Hajrá! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, nektek pedig a kitartó figyelmet, és hogy rávettétek magatokat, vagy szenteltetek időt arra, hogy együtt legyünk. Én csak azt kérném, hogy azért ne feledjük, hogy bármennyire is erős ez a csapat, és bármekkora tervszerű ez az egész, és bármennyire komolyan, szisztematikusan ki van ez találva, és meg van tervezve, azért a világnak van egy ura, az úgy hívják, hogy Jóisten. És nekünk meg van egy olyan szerencség, hogy Máriaországon vagyunk 1038. augusztus 15-e óta. És az imánál nincsen erősebb. Kérlek benneteket, hogy hathatósan kérjük Mária oltalmát és a Jóisten segítséget. És ezzel kívánok jó éjszakát mindannyiunknak. Köszönöm. Polgári Monodó. Érték a felszínen.